Az idei Semmelweis napon adták át a 60-i Albert Schweitzer Kórház újonnan kialakított sürgősségi betegellátóosztályát. A 2,7 milliárd forintos Európai Uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt részeként nem csak új osztály kialakítására nyílt lehetőség, hanem számos nagyértékű eszköz is érkezett az intenzív osztályra. A kórház főépületének földszintjén újonnan kialakított sürgőségi betegellátóosztály a nap 24 órájában fogadja a pácienseket. A sürgőségi jellegből és szemléletből fakadóan az ellátás nem érkezési, hanem súlyossági sorrend figyelembevételével történik. Az osztály elhelyezkedésének megtervezésénél fontos szempont volt, hogy az minél könnyebben megközelíthető legyen. Ezt a célt szolgálja a központi műtőblokk építésével párhuzamosan zajló, fedett mentőbeálló kialakítása is. Az ünnepélyes átadás során a nemzeti színű szallagot Szabó Zsolt államtitkár, Stankovics Éva főigazgató, Kér Ildikó osztályvezető és Dolecsek Miklós főorvos vágta át. A szalagátvágást követő rendezvényen elsőként 60 város polgármestere köszöntötte az intézmény dolgozóit. Mai nap egy ünnep, az önök ünnepe. Annak az áldozatos munkának az ünnepe, amelyet önök nap mint nap végeznek, és nap mint nap tanúbizonyságot tesznek alázatról, hűségről és emberszeretetről. Ez a munka nem könnyű, mi tudjuk pontosan. Az egészségügy mindig nagyító alatt van, és mindig nagyító alatt lesz. Az, hogy a 60. kórház szépen épül, szépül, köszönhető Szabó Zsolt államtitkár úrnak, és köszönhető önöknek, az önök áldozatos munkájának. Tóth Csaba, a Heves megyei közgyűlés alelnöke, Semmelweis Ignác szavaival köszöntötte az ünnepelteket. Meggyőződésemhez híven tanúságot kell tennem, hogy csak a Jóisten ismeri azok számát, kik miattam idő előtt szállottak sírba. Bármi fájdalmas, bármi nyomasztó is az ilyen beismerés. Nem a letagadásban rejlik ellenszere, és ha nem akarjuk, hogy állandóvá legyen ez a szerencsétlenség, akkor ezt az igazságot az összes érdekelteknek tudomására kell hozni. Kedves kórházi dolgozók, tisztelt államtitkár úr, igazgatóasszony, tisztelt meghívott vendégek! Semmelweis Ignác felelősségtudatról vallott soraival szeretném önöket Heves megye önkormányzatának nevében tisztelettel köszönteni ezen a jeles ünnepnapon. Július 1-én ünnepeljük Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjének születésnapját, ami egyben az egészségügyben dolgozók legnagyobb ünnepe. 2015-ben az UNESCO általános konferenciája Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulóját felvette az ünneplésre méltó évfordulók közé. Az idei Semmelweis napnak különös hangsúlyt ad, hogy a 2015-ös esztendő nemzetközi Semmelweis emlékév lett. Ez is jelzi, hogy mind a kormány, mind Heves megye önkormányzata egyaránt elkötelezett a magyar egészségügy, így a kórházak és dolgozói helyzetének jobbításáért. Szabó Zsolt államtitkár beszédében kiemelte, soha korábban nem érkezett annyi fejlesztési pénz az egészségügybe, mint napjainkban. Nagyon örülök, hogy ismételten itt lehetünk egy újabb Semmelweis napon, és ahogy az előbb a szalagot átvágtuk, egy gondolat jutott eszembe, hogy jaj Istenem, csak ide ne kerüljünk. Azonban a másik oldalon, mindannyian így vagyunk ezzel, a másik oldalon pedig érezzük és tudjuk, hogy milyen jó, hogy van nekünk már ilyenünk, hogy sürgősségi osztály, profi betegirányítással, profi szakemberekkel, és gyönyörű szép új egyenruhával. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, azt kívánjuk, hogy sokáig és jól tudjanak együtt dolgozni. És ha megengedik, megfordítom a szokásos beszédek rendjét, és azzal kezdeném, hogy a mai napon gratulálok mindenkinek, aki díjat kap, aki elismerést kap, aki kitüntetést kap. És gratulálok önöknek, valamennyiüknek. Hiszen az egészségügyben talpon állni, tudjuk, nem egy kis munka, nem egy kis tehetség, hanem óriási kitartás és energia. Azt kívánom, hogy hordozzák vállukon a hideg épületet, a hideg betont, és működtessék a kórházat minél tovább. Én ma három dolgot hoztam önöknek, három hittételt, amiben hiszek, és amiért eddig is dolgoztam, és a jövőben is dolgozni fogok. Hiszek önökben. A hitem az onnan ered, hogy volt egy orvos például 197 évvel ezelőtt, aki óriásit alkotott a magyar egészségügyben. Már akkor is nagyon magas profi szinten, nagyon magas színvonalon alkotott. Önök ezt teszik nap mint nap, amikor a legsúlyosabb betegnél is ott vannak, a legutolsó emberig is küzdenek, és mindent megtesznek, hogy működjön maga a kórház.
Szeretném letenni a kormány hitét abban, hogy a magyar egészségügyet igenis segíteni, támogatni kell. Bárki bármit mond, soha korábban annyi pályázat nem érkezett az egészségügy területére, mint most. Jelen pillanatban csak az én államtitkárságom több mint 30 milliárd forint fejlesztésre segíti a magyar kórházakat, köztük a 60-it, természetesen kiemelten a 60-it. Mert hát tudjuk, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Ugye most mennek föl a napelemek, most épül a gyönyörű épületünk, a logótól egyébként nagyon meglepődtem, nekem nagyon szép az a zöld logó rajta, mi büszkék vagyunk rá, hogy ilyen szép kórházlogunk van, és hiszünk benne, hogy ezt így kell folytatnunk. Dr. Stankovics Éva a kórház főigazgatója szerint az intézmény nem csak külsejében újul meg, az ott dolgozók miatt belülről is minden nap új lendületet kap. Mi minden nap azon munkálkodunk, én azt gondolom most már egyre inkább látható jelei vannak, egyre több a fizikális jele annak, hogy ez az intézmény megújult, nem csak külsejében, de lelkileg is, humán erőforrásában. Én azt gondolom, hogy elmondható, hogy a 60-i kórház megújult. Ez az a nap, a Semmelweis nap, amikor ezt most már kijelenthetjük. Eddig minden ünnepségen, Albert Schweitzer napon, Semmelweis napon arról beszéltük, hogy mik a terveink, mik az elképzeléseink, mik a kitűzött céljaink. Én azt gondolom, hogy elérkeztünk a céljaink nagyon nagy részének a megvalósításához, és ezt közösen önökkel, csapatban tettük meg. Én azt gondolom, hogy ez egy felbecsülhetetlen érték 60 városának, de én úgy gondolom, hogy az előttem megnyilvánulók ezt ki is nyilvánították, hogy ők is így gondolják jelenben is, a jövőben is. Én örülök, azért örülök, hogy ennyien vagyunk, és itt a mellettem lévő asztal tele van oklevelekkel, emléklapokkal, kitüntetésekkel, mert egyre több ilyet tudunk átadni. Ez egy intézmény életében nagyon nagy dolog, ugyanis elmondhatjuk, hogy a 60-i kórház nem küzd olyan mértékű humán erőforrás problémával, mint mondjuk a többi intézmény. Nem küzd olyan problémákkal, hogy nincsenek fejlesztései, hogy nem halad előre, hanem minden nap, negyedévente beszámolhatunk valami újabb fejlesztésről, újabb eredményről. Ez a mai nap is erről fog szólni, önökről fog szólni, az önök munkájáról fog szólni, amit én hálásan köszönök minden nap önöknek, mert ez másképp nem megy, csak úgy, hogy válva vetve, egymáshoz simulva, azt gondolom összefogva dolgozunk ezért az intézményért, a jövőben is, az utolsó csepp vérünkig, mert erre esküdtünk fel mindannyian. Én köszönöm szépen minden kollégának az egész éves munkáját, az elmúlt egy éves munkáját, inkább úgy mondom, mert az év felénél vagyunk. Én azt gondolom, hogy nem egy egyszerű év áll mögöttünk, ugyanakkor egy jó, kemény 3-4 hónap áll előttünk, hogy ezeket a beruházásokat itt most befejezzük, hogy a finisébe érjünk, és újabb területeket, eszközöket adjunk át a magas színvonalú betegellátásnak. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Boldogi Hagyományőrző Néptánccsoport növendékei. Az ünnepség résztvevői hagyományosan az anyák megmentőjének életútjáról, munkásságáról hallhattak előadást, idén dr. Hüttner Gábor tolmácsolásában. Minden bizonnyal sokak előtt ismeretes, hogy 1818. július 1-én látta meg napvilágot Semmelweis József és Müller Teréz 5. gyermekeként. 1844. május 21-én Bécsben kapta meg orvosdoktori diplomáját, ami érdekesség, botanikai doktori értekezésével.
majd még ebben az évben sebész és szülészmesteri foklevelet is szerez. 1857-ben a Zürichi Egyetem meghívta tanárnak, de inkább itthon maradt, június 1-én Friedre lépett a 19 éves Weidenhofer Máriával, 5 gyermekük született, akik közül 3-an megérték a felnőtt kort, de csak egyiküknek születtek utódai. 1847-es velencei szakmai utazása után fájdalommal értesült barátja, kollégája haláláról, aki vérmérgezésben hunyt el. Eltöprengett ezen, és még ez év márciusában felismerte, hogy az a betegség, amely barátja halálát okozta, és az, amelyet gyermekágyi láz néven ismertek, azonosak. Hogy hogyan is jutott el Semmelweis Ignác a felfedezéséig? A bécsi közkórház két klinikája kezdetben egyforma módszerekkel, egyforma feltételekkel és egyforma eredményekkel működött. A gyermekágyi halandóság a két intézetben közel egyforma volt. 1840-ben az az intézkedés született, hogy külön kell választani az orvosok a szülésznők képzését. Ettől kezdve az egyes számú klinikán gyakoroltak az orvostanhallgatók és az orvosok, míg a kettes számú klinikán a bábák képzése folyt. A szélsztválasztás eredménye döbbenetes volt. Az orvosok klinikáján a halandóság azonnal megemelkedett 50%-kal, míg a bábák klinikáján csaknem 50%-ra csökkent. Rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és az orvostanhallgatók okozták azzal, hogy a boncolás után átjárták a bécsi közkórház egyes számú klinikájának szülészeti osztályára, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a várandósokat. A 60-i Albert-Schweitzer Kórház rendelőintézet számos dolgozója részesült elismerésben, tekintettel a rendkívül magas szinten végzett szakmai munkára és áldozatkészségre. Az idei Semmelweis nap alkalmából 3 főorvosi és 2 adjunktusi kinevezést, valamint 4 főigazgatói dicséretet adott át dr. Stankovics Éva főigazgató, többek között Lehockiné Kárász Máriának, aki immár 4 évtizede az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet munkatársa. Itt kerültek átadásra a Magyar Ápolási Egyesület és a Magyar Egészségügyi Dolgozók Kamarájának idei díjai is. Köszöntötték azt a csaknem 30 kollégát is, aki már 10, 20, 30 vagy 40 éve az intézmény munkatársai. Az ünnepeltek sorából nem maradhatott ki az a 18 fő sem, aki az elmúlt egy évben szerzett új szakképesítést. A díjak kinevezések átadását követően az idei Semmelweis napi ünnepség állófogadással zárult a 60-i Albert-Schweitzer Kórház és Rendelőintézetben.